Valakit érdekel, hogy mi minden van a házban, heti hírlapot szoktunk készíteni és kiküldeni e-mailben, tehát ha valaki szeretné, nem kapja, elindítom, aztán hát eldönti mindenki maga, hogy érdekli vagy nem érdekli a nevét, e-mailjét olvashatóan, ha fölírja, akkor van esély rá, hogy hamarosan megkapja. A ház az Párbeszéd háza, és ez azt jelenti, hogy a Loyolai Szent Ignáci spiritualitás nevében próbálunk mindenre, ami érték, mindenre, ami emberi, mindenre, ami kérdés, őszintén rányílni, lehetőleg olyan közegben, ahol az ilyen jellegű párbeszéd azzal a céllal, hogy gyümölcsözzön valamit bennünk és közöttünk történjen meg. Nemrég volt itt ilyen értelemben Ignác, illetve Calvin és Ignác ilyen konferencia, épp egy hete, és nagyon izgalmas találkozás volt, katolikusok, reformátusok, evangélikusok, nyilván az 500 éves évforduló is adta az ötletet, hogy ez történjen. Gánóczi Sándor Párizsból, nagy hírű Calvin kutató, katolikus pap volt a főelőadó, és hát sokan mások. Szóval olyan jellegű dolgokat próbálunk a házban vendégül látni, amik tényleg közös ügyeink kellene, hogy legyenek, vagy lehetnek, vagy fontos, hogy legyenek, és hogy olyan módon, hogy tényleg nem a kákán csomót keresve, hanem olyan módon, hogy na, miből mit tanulhatunk egymástól, kölcsönösen a kincseinket, hogy tudjuk felkínálni a közös gazdagodásra. Hát ennek a jegyében történt a mai estének a előkészítése is, és azt gondolom, hogy ha az 2001-ben megjelent kötetnek az előszavában, akkor még élő Gyurkovics Tibor úgy kezdi a szövegét, hogy feldúlt ez a könyv. Úgy látszik, az ember nem tud eléggé megöregedni a történelemhez. Mint ha arcomba csapdosta volna mesztelen és kíméletlen lapjait. Ugye fontos, hogy a saját zsigereinkben lévő dolgokra tudjunk reflektálni azzal, hogy hát amit lehet elkerülni, vagy valamit tanulni belőle. Én sem éltem akkor, amikor ez a történet volt, még 4 évig ültem valamelyik felhő szélén nézve, hogy kit válasszak majd szülőknek, vagy hova gyűjjek, de és hát Tibor élt már, Gyurkovics Tibor, és őt is arcúra, már nem volt még akkor túlságosan eszén, szóval annyi idős nem volt, de azért már tudtam, mi folyik körülötte valamennyire. Azt gondolom így körülnézve, hogy talán mindenki hasonló cipőben van, egy olyan eseményről, korról lesz szó, ami egy-két generációval korábbi, de ami nagyon-nagyon meghatározó és fontos az egész újkori magyar történelem. Én nagyon köszönöm Tuzson Bernadettnek, hogy rágta az e-mail ceruza végét, és eljutott odáig, hogy tényleg ezt szépen meg tudta szervezni. Közben egy kicsit otthon is lett neki a Párbeszédháza, mert még ide is kerül dolgozni. És nagyon köszönöm professzor úrnak, hogy erre az egész estére itt most sor kerülhet, mert azt gondolom, hogy nagyon tanulságos. Próbálok abban a kevés időben is nagyon figyelni, amit itt tudok lenni, hogy aztán majd csendben le kell lépnem. Akkor én át is adom Bernadettnek a szót, hogy a továbbiakat hát ő vezényelje le, mint házigazda. Köszönöm, Szabolcs. Tuzson Beceli Bernadett vagyok, a ház részéről a házigazdája ennek az eseménynek. Nagyon köszöntöm a tanár urat, és köszönöm, hogy eljött ide ma este, és megtartja ezt az előadó estet. Nagyon köszönöm a kedves érdeklődőket, mosolygós arcokat, bíztatásokat, tekinteteket. Néhány informatív jellegű dolgot szeretnék még mondani. Egyrészt, hogyha az előadás közben felmerül bármilyen fajta kérdés, akkor azt az előadás végén nyugodtan tegyék fel a tanár úrnak. Illetve szintén az előadás végén lesz lehetőség hátul könyvet vásárolni, amit itt elől majd a tanár úr szívesen dedikál. És most fogadják nagy szeretettel dr. Szerencsés Károlyt, az ELTE habilitált egyetemi docensét és előadását. Tanár úr!
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én sem éltem akkor, amikor az a történet lejátszódik, amelyről szó lesz. 1947-ben kellene az idő lágy hullámain visszaeveznünk, ami nem mindig könnyű, ha kijövünk vagy bejövünk egy ilyen helyiségbe a zajló életből, de hát egy kis empátia a mindennapokban kell, úgy gondolom a történelemhez is. Ha nem lenne ilyen képességünk, akkor valószínűleg csak a mával vagy a tegnappal tudnánk foglalkozni. Pedig nagy tanulságok vannak a régmúltban is, és ez azért annyira régen nem is volt. 70 éve volt egy választás Magyarországon, amely nagyon sok tekintetben meghatározta a későbbi évtizedek hangulatát, hozzáállását a választásokhoz önmagában, a voksoláshoz, a parlamentarizmushoz, a demokráciához, hiszen egy egész generáció számára ez volt az az élmény, amely tulajdonképpen lejáratta a választást. Elvette azt az érzést, hogy befolyásolhatjuk a sorsunkat, ráadásul úgy, hogy nyilvánvaló csalás, hazugság, hamisság, hamis szavazatok százezrei mindannyiunk szeme előtt volt 47-ben, ha én most beleérzem magamat abba a szituációba, és utána valóban két évre rá volt választás 49-ben, amely az első volt a magyar népképviseleti választások történetében, amelyek nem makulátlanok, amelyeken viszont már csak egyetlen listára lehetett szavazni. Ez nem egy bonyolult dolog, egy lista közül választani. Itt 1947-ben még 10 lista volt, 10 párt indult ezeken a választásokon, mert élt még egy hit, vagy remény, mások azt mondják, hogy hiú remény, vagy illúzió, de élt az emberekben 1945-ben is, és 47-ben is, hogy befolyásolni tudják a sorsukat. 1945-ben volt egy kvázi szabad választás Magyarországon, most nincs idő elmondani, hogy ez hogy jöhetett létre, hiszen itt voltak már az oroszok akkor is, itt volt a megszálló Vörös Hadsereg, volt Szövetséges Ellenőrző Bizottság, itt volt Vorosilov meg a többiek, mégis alternatívákat felmutató választás volt, és egyértelmű eredmény született, polgári, keresztény, parlamentáris irányba fejlődjön az ország, amely egy Európába illeszkedő rendszer tud létrehozni. Ebben megvolt a helye a kommunista pártnak is, hiszen a század közepén, a 20. századról beszélünk, a kommunizmusnak is rengeteg híve volt, Nyugat-Európában is, Franciaországban, Olaszországban. Én azt mondanám több, mint a Szovjetunióban, ahol már a kommunizmust gyakorolták néhány évtizede. Magyarországon is voltak, akik erre a pártra szavaztak, 17% felfelé kerekítve, a többiek valamilyen más úton látták megoldhatónak az ország sorsát. Volt ebbe szociáldemokrata is, volt ebbe ilyen keresztény, demokratikus hozzáállás, volt egy ilyen parasztpárt, de így indult el az ország 1945-ben, hogy lesz egy parlamentje, és megvalósítja a már időszerű dolgokat, földreformot és sok minden mást. Most a nagy probléma az volt, hogy a plakáton is szereplő ember, aki Rákosi Mátyás maga, ő egy pillanatra sem fogadta el ezt a választást. A választás napján még este azt mondta, hogy ezt az eredményt korrigálni kell. És hogy miért ilyen eredmény született, erre is volt válasza, azért, mert a magyar nép nem elég demokrata. Világos, nem ránk szavazott többségben, az nem lehet demokrata, csak az demokrata, aki ránk szavaz. Ez sajnos nem tűnt el
se 49-ben, se 90-ben, ma is úgy érzik sokan, hogy csak az a demokrata, aki rászavaz magára. Tehát Rákosi azt mondta, hogy korrigálni kell, milyen eszközökkel. Sokféle eszköz volt. A lényeg az, hogy a szövetséges pártokat, mert nagy koalíció alakult, a szövetséges pártokkal együtt működünk, de a célunk mégiscsak az, hogy likvidáljuk őket. A legnagyobb falat ugye a Kisgazdapárt volt, történelmileg alakult így, kereszténydemokrata párt nem indulhatott, ezért mondtam, hogy kvázi szabad választás, mert azért az más lett volna. Tehát volt ez a Kisgazdapárt, amely egymaga 57%-ot szerzett, tehát ezt kellett valahogyan eltüntetni a porondról. És azt a parlamentet is el kellett tüntetni a porondról, amely 45-ben összeállt. Ezt nemzetgyűlésnek hívták akkor, egykamarás volt. Mitől függött alapvetően? Nyilván nagyon nagy mértékben a nemzetközi helyzettől. Világos. 45-ben, még 46 nagy részében is a szövetségesek, a sztálini Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia még rendezik, ami még rendezhető, az együtt megvívott háború utáni kérdéseket. Ezek közül a legfontosabb Németország ügye lett volna, Japán ügye lett volna, ezekben nem tudtak megegyezni. Magyarország, Románia, Bulgária ügyében meg tudtak egyezni, sajnos a kárunkra, 1947-es párizsi békeszerződésről beszélek. De az világossá vált 47 elején, 46 végén, hogy tovább az együttműködés nem megy. Nem azért, mert Churchill azt mondta, hogy vasfüggöny ereszkedik Európára, mert Churchill akkor egy ellenzéki politikus volt, hanem azért, mert a Szovjetunió úgy látta, hogy azokat a területeket, amelyeket katonailag megszállt, szovjetizálni kell. Nincs más megoldás, nem lehet kiengedni Közép-Európát a birodalom ölelő karjaiból. Mondhatnák önök, hogy kiengedtek bizony államokat, ilyen volt Finnország, szerettük volna mi is ezt az utat járni, és ilyen volt Ausztria, amely végül is 10 év múlva, 1955-ben kiszabadult a megszállás alól, csak hát ott szerencséjükre amerikai és brit megszállók is voltak, franciák is, nem csak oroszok. Tehát mindenkinek ki kellett vonulnia, és ez egy semleges státuszt eredményezett számukra. Mi csináljunk, kérdezheti Rákosi, hát le kell szalámizni a Kisgazdapártot. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a Kisgazdapárt egy nagy szalámirúd, és ezt szeleteire kell bontani, és akkor majd gyenge lesz, és akkor fölé tudunk kerekedni. Ez zajlik 46-47-ben, puccszerű, erőszakos eszközökkel. Az első szelet már 46-ban megvan, a legkvalifikáltabb, legtehetségesebb embereitől szabadítják meg a pártot, ez logikus. Tehát az első az Sulyog Dezső volt, Vásár István, aztán 47-ben Kovács Béla, hát ezek a nevek talán mondanak valamit, aztán pedig maga a miniszterelnök, Nagy Ferenc. Egész csodálatos dolgokat tudunk mi produkálni Magyarországon, hiszen azt próbálták elhitetni egy nemzettel, hogy az a miniszterelnök összeesküvő saját maga kormánya ellen, amely miniszterelnöknek a pártja van többségben, a köztársasági elnök is kisgazda, stb., de ő összeesküdött. Nem tudni ki ellen, mi ellen, a lényeg, hogy fasiszta összeesküvő. Hát ez a bélyeg, ez nagyon, nagyon erős volt a második világháború után, a fasizmus vágya meg egyebek, és Rákosi 47 elején fölvetette, hogy a parlament is már alkalmatlan, ezért előrehozott választásokra van szükség, hogy azt az utat, amit bejártunk, azt jóvá hagyja, és ne legyenek ilyen fasiszta maradványok, meg nem tudom, akik nem voltak, de hát így hang, reakciós maradványok, meg egyebek. Tehát előrehozott választást kell tartani.
Mégpedig addig kellene okoskodtak az Akadémia utca 17-ben, ott volt a kommunista párt székháza, addig okoskodtak, hogy addig kellene azt megtartani, amíg még Magyarország jogilag sem szuverén. Tehát a békeszerződés még nem lép életbe. Azt Moszkvából megsúghatták, hogy ez a dátum 47. szeptember 15-e lesz. Mert a Szovjetunióban kellett letétbe helyezni a békeszerződés okmányát, és amíg a Szovjetunió ezt nem tette meg, addig nem lépett életbe, addig volt szövetséges ellenőrző bizottság, és addig Magyarország nem volt jogilag sem szuverén. Tehát ezt gondolták, hogy akkor szeptember közepe előtt kellene, legyen augusztus 31. Tehát ebben könnyen megállapodtak, augusztus 31-én, tehát előrehozott választásokat fognak tartani. Igen ám, de mi lesz, ha még rosszabb eredményt érünk el? Gondolták, és erre volt esély, mert ha volt népszerűtlen erő 1947-ben, az a kommunista párt volt, meg a többi is, az egész koalíció úgy, ahogy van népszerűtlen volt, ellenzéki hangulat volt. Az előbb említett Sulyog Dezső pártja, a Magyar Szabadságpárt nagyon veszélyesnek tűnt, ezért Rákosiék következő lépése az volt, hogy hát túl szélesre tártuk a demokrácia kapuit, mondja, tehát új választójogi törvény kell, és az új választójogi törvény segítségével meg kell akadályozni, hogy a reakció stb. Újra többséget biztosítson magának. A fő cél tehát az, hogy az úgynevezett baloldali pártok abszolút többségbe kerüljenek. Ilyen a kommunista párt, ilyen a szociáldemokrata párt, amely sajnos alárendelődött nálunk a kommunistáknak. És ilyen volt a parasztpárt is, ne kérdezzék miért, mert ebbe I.S. Gyulától Bibó Istvánig a legkiválóbb elmék is ott voltak, Kovács Imre, stb., de voltak ott olyanok is, akik hát hajlamosabbak voltak a kompromisszumra. Persze ezt más szóval is illethetném, de most legyünk jó hiszeműek. Szóval, hogy a baloldal 50% fölé kerüljön, ez a fő cél. Új választójogot fogunk tehát hozni. A lényeg az, hogy megrostáljuk a választópolgárokat. Megrostáljuk azokat, akiknek választójoguk van. Rákosinak megvannak a levelei, azt mondja, 10-12-15%-ot kell kizárni, akkor már jobb lesz az eredmény. Mivel lehet kizárni? Hát például fasiszta volt, nyilas volt, elmebeteg, erkölcstelen életet él, összeesküvő, hát ilyesmi. De olyat is láttam, hogy templomjáró. Így, hogy templomjáró. Ez ugye, mert a helyzet az volt, hogy annak kellett bizonyítani az ellenkezőjét, akit megvádoltak ezzel például, amiket itt felsoroltam. Tehát, ha nekem beírták, hogy neked nincs jogod választani, mert nyilas vagy, nekem kellett volna bizonyítani, hogy 44-ben nem voltam nyilas. Ami egy bonyolult dolog. Neki kellett volna az én tagkönyvemmel bizonyítani, hogy nyilas voltam, de nem létező tagkönyvemmel, hogy tanukat kellett volna állítani, minimum kettőt, akivel el kellett volna menni egy bizottság elé, ahol a kormánypártok ülnek, delegáltjai, és ott nekünk, a tanuknak, nekem, hogy mi nem voltunk nyilasok. Kint pedig állt az ávó, már megint itt vannak a nyilasok. Ugye, tehát ki a fene fog most tanúskodni amellett, hogy nem nyilas, nem, tehát még őt is belekeverik. Erkölcstelen életmódot él, 70 éves nénikre. Írták, most ő el fog menni a bizottság elé és mondani, hogy kérem szépen, én egy egész életemben, és ehhez tanukat nem zörög a haraszt. Tehát honnan tudták, hogy kit kell kizárni? Azt kérdezik önök, mert hát ez világos, hogy ezt meg kell tudni. Erre instruktorokat alkalmazott a kommunista párt, csak egyet olvasok fel a kedvencemet, pont az nem lesz itt, hogy mennyire komolyan veszik az összeírást, mármint a választópolgárokét. Utalok a járási adminisztrátor Herceg elvtárs beosztott körzetére. A hozzá beosztott utcákat
precízen értékeli. Például szüleit így jellemzi. Az apja kisgazda, édesanyja ellenség, klerikális reakció befolyása alatt áll. Ezek mind benne vannak a könyvben, ezek levéltári dokumentumok alapján. Ezt írta a pártnak, hogy klerikális reakciós az anyja. Herceg elvtárs, nevezzük meg nevén. Tehát így feltérképezték az embereket, kocsmába elmentek, kiszídja nagyon, kijárt templomba, stb. És ki is zártak minimum 600 ezer embert, azokon kívül, akik már 45-ben kilettek zárva politikai okokból, mert tényleg nyilasok voltak, vagy tényleg olyan szervezeteknek voltak a vezetői, akik hát 45 után a rendszerbe nem fértek bele. De a nyilasoknál hangsúlyozom, hogy csak a vezetők. Mert ha minden nyilast kizártak volna, akkor kiszavaz ránk, elvtársak, kérdezhették volna meg. Egyelőre szükségünk van, úgy mondták, kis nyilasok, egyelőre szükségünk van, mert két ilyen bagázs nincs. Most nem akarok csúnyább szót használni. Tehát aki egyszer a nyilasra szavazott, volt majdnem 1 millióan, 800 ezeren, és az, hát az talán ránk is szavazhat, és valóban 800 ezeren szavaztak 45-ben is. Én nem mondom, hogy mind a kettő ugyanaz. Természetesen azért van átfedés, én úgy érzem. Tehát ez a megrostálás, ez 600 ezer ember jog nélküli kizárása. Ezen kívül ki voltak zárva a németek, akik magukat németnek vallották. Ez több százezer embert jelent, hiszen 41-ben trianoni területen 410 ezer német élt. Jó, 45-ben már nem voltak ennyien, de akkor is ez több százezer embert érint. De gyorsan menjünk tovább, mert nem jutunk el a kék céduláig. De ezek nagyon fontos dolgok, tehát ez 600 ezer ember. Mit lehetne még csinálni, gondolkoztak? Hát először is az ellenzék vezérét, mert akkor volt, úgy hívták, hogy Sülyog Dezső, nem kéne engedni indulni. Az jó, mert ha az nem tud indulni, hát akkor az egész ellenzék szétszélet, az egyik ezt követi, a másik azt, aki összefogja, aki a szimbólum, ha azt megakadályozom, akkor az ellenzék szanaszét megy. Így tehát a törvénybe vegyük be, azt gondolhatták mondjuk az ostobábja, hogy 22. paragrafus, Sulyog Dezső nem indulott a választás. Ugye ez így bonyolul, ezt nem... Valószínűleg rászólt Rákosi, hogy Kovács elvtárs, ez azért csomagoljuk egy kicsit be valahogyan, és hát ki kellett valamit találni. Sajnos ez a Sulyog antifasiszta volt, papírja is volt róla. 45-ben kiállítottak papírokat, hogy ki antifasiszta. Tehát nem nagyon találtak rajta fogást. De hát visszamentek 35-ig. Aki 35-ben a kormánypárt képviselője vagy képviselő jelöltje volt, az nem választható. Ezt találták ki, ez volt Sulyog. 3 hónapig tartott ez, akkor 35-ben, de ezt kibányázták. Így az ellenzék vezére nem indult. Ettől fogva a szabadságpárt léte is kérdésessé vált. A párt végül is bojkottálta a választásokat. Nem mondom, hogy a bojkott jó eszköz. De ők úgy gondolták, hogy ilyen törvény alapján szabad választást nem lehet tartani, tehát ők ezen nem hajlandók indulni, mint szabadságpárt. Ez a gond is megoldva. Mi legyen még? Hát a kék cédula az legyen, valahol van itt, hát ez egy névjegyzék kivonat, egy ekkora darab papír. Itt most a modern prezentáció zajlik, tehát mutatom ezt a kék cédulát. Ez egy névjegyzék kivonat, ma is létezik ilyen lehetőség. Ha önök a választás napján nem tartózkodnak a lakóhely szerinti szavazókörzetükben, akkor kell kérni egy ilyen névjegyzék kivonatot, és ezzel Balatonon vagy bárhol máson is leszavazhatnak. Ez volt a Duma is. A kisgazdák azért egy kicsit úgy tamáskodtak, hogy nem lesz ebből baj. Nem mondta Rajk László, demokratok belügyminiszter, 1-2 ezrelék lesz ez, semmi, hát ez nem. És ha csak annyi, akkor rendben van, mondta idősebb Antal József kisgazda
politikus, tehát azért a dolgok összeérnek, ha ezek a nevek mondanak most valamit, nyilván azért mondanak. Úgyhogy elfogadták. Nem is lenne ezzel baj, hogyha az adminisztrációban pont annyi kék cédulát találnánk, mint amennyi embert valahonnan kihúztak a névjegyzékből, mert nem ott fog szavazni. Ha az a két szám stimmel, akkor ezzel nincs semmi gond. Egy gond viszont volt, hogy megint összeült az agytrözt, főképpen Farkas Mihály, ő nagy géniusz volt, tehát azt mondta, hogy ezzel élni kellene, ezzel az eszközzel. Nem úgy mondta, hogy visszaélni, hanem élni kellene ezzel az eszközzel, a kék cédulával. Mit kell ehhez csinálni? Hát semmi egyebet, hanem ki kell nyomtatni hamis kék cédulákat, és hamis kék cédulákat ki kell tölteni természetesen, és aztán a választás napján megszervezni, hogy emberek ezeket a hamis kék cédulákat fölhasználva szavazatokat adhassanak le. Hát, bocsánat, itt ült Rajk László. Lacikám, kellenének a klisék, a belügyminisztériumban a választási, a klisék kellene. Tudod, hogy? Persze, már is hozom. Ott ült Vas Zoltán. Ugye, Zolikám, ehhez pénz kell. Tehát tudnál a gazdasági főtanács költségéből valamit erre? Igen, természetesen. Mennyit kellene? És akkor így megbeszélték. Ott ült Péter Gábor. Hogyha esetleg lebukunk, akkor te garantálod, hogy nem lesz bántódásuk a csalóknak? Persze, ne legyen semmi gond. Tehát így megbeszélték, hogy ki kell nyomtatni hamis kék cédulákat sokat. Azt most nem tudom önöknek megmondani mennyit, mert erre vonatkozólag nincsen adat. Egy viszont van, hogy a választás napján, vagy választás napja előtti estén a szociáldemokrata párt központját fölhívták, méghozzá egy nyomdász, hogy elvtársak, tudjátok ti, hogy itt kék cédulákat nyomnak nagy számba? Hát tamáskodtak, hát biztos kell, hát a törvény szerint kell. De és mennyi? 500 ezernél tartunk, mondta. Tehát 500 ezer? Szóval oké, hogy nyár van, meg mindenki üdül, de azért 500 ezer, az sok lesz. Tehát ez egy adat. Nem azt jelenti, hogy ennyit leadtak, de ez mondjuk egy adat. Tehát ez a lehetőség is ebben a törvényben van. Most a prémiumos rendszerre, pedig érdekes, ki lehetne térni a prémiumos rendszerre is, tehát mert jogilag nyalánkság, itt ül egy jogász előttem, tehát isteni nyalánkság, tehát hogy ha én, mint koalíció, kormányon lévő koalíció, alkotok egy választási szövetséget, és az eléri a szavazatok 60%-át, akkor nem 60%-ban részesedek az országos listán betölthető mandátumokból, hanem 75%-ban. Ha esetleg 75%-ot érnék el, akkor mind az enyém. Tehát ez egy premizáló rendszer. Eddig, hát jó, nekem ez se tetszik, de mindegy. De benne van a törvényben, hogy ha esetleg más, nem én, tehát mondjuk az ellenzék alkotna egy választási szövetséget, és az érni el a 60, akkor nem érvényes. Csak ha nálunk. Tehát ilyen van benne az 1947-22-es törvényben. Hát ezt találták ki, és akkor hozzáfogtak a munkához, összeírás, stb. Ilyen összeíró bizottságokba parasztember vagy polgárember nem szívesen megy el, főleg augusztusban, dolog van, meg amúgy is 8-10 órákat menni, írogatni, hát ehhez egy fegyelmezett hadseregre van szükség, amilyen a kommunista párt a saját szervezeti szabályzata szerint is. Volt, tehát 200 ezer ember kellett ehhez, hogy összeírni a választó polgárokat, összeírták. Kihagytak, akit ki lehetett, nagy botrányok voltak belőle, de hát mégiscsak megtörtént. Na most meglepetés is történt, tehát mondtam, hogy a Szabadságpárt
bojkottálta a választást, ez rossz, rossz akusztika volt már rögtön, mert nyugaton természetesen rögtön gondolták, hogy ez nem demokratikus választás lesz. Ráadásul az ellenzék vezére Súlyog el is hagyta az országot augusztus közepén, és már emigrációban volt a miniszterelnök, már emigrációban volt a házelnök, tehát nem jól nézett már ki a dolog, tehát most az ellenzék vezére is elmegy, tehát ennek nem örültek. Ezért nem gátolták, hogy alakuljanak új pártok, vagy régiek aktivizálódjanak. Jó, ezt már megittem. Azért van 10 párt. Most folytatom a... Csak egyet akarok mutatni mégis, mert vannak itt, akik talán még mondjuk ilyet nem láttak, hogy hogy néz ez ki. Tehát ez a listás rendszer, tehát csak egy X-et kell betenni oda annak a pártnak a kockájába, amelyik szimpatikus nekünk. Egy X-et kell tenni, hogy tudjunk választani, a pártoknak jelképeik is vannak, mert hát, ha nem tudjuk elolvasni, meg egyebek, hát itt vannak a jelképek, sorsoltak, és nagyon véletlenül, tehát semmi rosszra nem gondolni, az első a kommunista párt, egyes lista, sors keze, egyes lista kommunista, tehát nem bízták teljesen a véletlenre, azt hiszem, mert annyira pitiánerek voltak, hogy a kormánypártok külön, kormánypártok közül külön sorsoltak. Tehát nem a 10 közül sorsoltak, hanem külön a 4-ből, abból esetleg ez jött ki, azt el tudom fogadni, és utána a többiek is. Ez már olyan kicsinyesség. De hát az egyes lista ugye általában mindig a legesélyesebb, mert van, aki a 2-ig már nem akar elmenni, hogy mik vannak itt, beteszi az X-et, kész. Úgyhogy így nézett ez ki. Lehetővé tették, hogy régi, új és egészen új pártok is alakuljanak és induljanak a választásokon. Mi kellett a választáson való induláshoz? Írásos ajánlás. Méghozzá sok írásos ajánlás. Ha az országban mindenhol akart indulni az ember, mondjuk a párt, akkor hát majdnem 50 000 ajánlásra volt szükség. Írással, aláírással, lakcímmel. Itt például látják, hogy ebben a kerületben Kaposvár a keresztény női tábor nem tudta összegyűjteni, tehát ő ott nem indult, ez a párt ott nem indult, mert ezt nem tudta összegyűjteni. Egyébként nagyon sok helyen a keresztény női tábor nem tudta összegyűjteni. Azt tudják, hogy ha írásos ajánlás van, ez a Horthy korszakban is így volt, és mindig a dualizmusban is, akkor nem 50 000-et kell gyűjteni, hanem 100 000-et, mert az tuti, hogy az a gépezet, ami dolgozik, az kihúzogál embereket. Nem tudom elolvasni, kihúztam. Tehát, és akkor azt mindig pótlást kell beadni, tehát nem elég 50 000, ehhez pénz, minden, autók, nem nagyon tudták ezt a pártok teljesíteni, vagy nem minden párt. Tehát ez az ajánlás majd később döntő fontosságú lesz, tehát azért említettem csak, írással, aláírással. Na most nem fogom az összes pártot nyilván elmondani, de mondjuk a Szabadságpárt utódja az a függetlenségi párt lett. Függetlenségi párt, Magyar Függetlenségi Párt, Fejfer Zoltán vezetésével. Ezek a nevek nagyon fontosak, mert ők az életüket rátették a magyar demokrácia. Súlyog is és Fejfer is, és sorolhatnánk, vannak még Slakta Margit is, aki a keresztény női tábor, nem látni semmit, de azért felmutatom, a keresztény női tábor reaktivizálásával újraindult a választáson. Ő volt egyébként az első női képviselő Magyarországon 1920-ban. Ezt, amit látnak itt a keresztet, ezen ment a vita, hogy beteheti-e a keresztet a keresztény női tábor a jelképei közé. És ha majd esetleg előadás után idejönnek, akkor látják, hogy nem tehette be, mert a kereszt, ugye hát az visszaélés a kereszttel, holott keresztény női tábor volt. Ez volt mondjuk az egyik legkisebb politikai erő. A Demokrata Néppárt volt egy keresztény demokrata párt. Aztán
hát eléggé gumigerincű Balogh Páter alakított egy pártot, Független Magyar Demokrata Párt néven, kik voltak még radikálisok, Polgári Demokrata Párt is indult, tehát így. Ez a függetlenségi párt 3 hét alatt kellett, hogy felépüljön. 3 hét alatt egy párt most nem tudnák megcsinálni. Semmit se tudnának csinálni, most internettel, egyebekkel. Ezek 3 hét alatt összegyűjtötték az ajánlást, stb. Fölépítettek, jelölteket állítottak, ami önmagában is nehéz, nívós jelölteket állítani. Persze nem a semmiből indultak, a Szabadságpárt utódpártja. Így érkezünk el a választás napjához, 1947. augusztus 31-éhez. Hát amikor már délelőtt országszerte világossá vált, hogy itt valami nem stimmel. Valami olyasmi történik, ami korábban Magyarországon nem történt. Tehát nagy arányú, tömegesen adnak le hamis szavazatokat. Még egyszer mondom, a magyar választások története nem makulátlan. Mindjárt az első, 1848-ban, ugye azzal a csodálatos eredménnyel zárult, hogy Petőfi Sándort nem választották meg képviselőnek. De mi szerepel a jegyzőkönyvben? Milyen eredmény? Egyhangulag nem. Tehát egyetlen szavazatot se kapott. Nem, mint a szavazás lett volna, hiszen olyan helyzetet teremtettek, erőszakot, botos verekedés, stb., hogy csak egyetlen jelölt maradt. Itt is volt egyébként biciklilánccal szétvert gyűlés 1947-ben, tehát kemény volt a helyzet. De 48-ban volt egy másik jelölt is, Arany János, őnál a szavazás is volt. Most arany év van, úgyhogy el lehet mondani, hogy volt egy nagyon, nagyon aranyos mondata. Vesztettünk. Akkor inkább mondom fejből. Vesztettünk, bár háromszor szavaztunk, de az ellen 4-szer. Hát, most nem igazán pontosan mondtam, mert ő szebben fogalmazza még ezt is meg, de ez a lényege, hogy hát küzdöttünk, dolgoztunk, de az ellen az többször csalt. Tehát ez az első választásunk. Na most itt vagyunk 47-ben. Itt van, ami előkerült nagy szerencsénkre, hiszen a könyvet feleségemmel írtuk annó, előkerült a levéltárból egy dokumentum, mert egyébként önök dokumentumot keresnek a kékcédulás választásról levéltárba, nagyon keveset fognak találni. Igazán, ami megmondja, hogy mennyi volt, meg mit csináltuk, meg hogyan csináltuk. Ezt elmondom, hogy még régen a MOL-ba fölmentem, és egy dossziét kaptam, mondom, ebben minden benne lesz. Tartalomjegyzék, 27-es pont, Rajk László beszámolója a választásokról. Ugye önjutalmazó vagyok, tehát előtte elolvasom a 4000 oldalt, hogy semmi érdekes nem volt benne. Átfordítom, egy papír van benne, kivették, tehát eltávolították. Ekkor és ekkor kész. Ki nem tudni kicsoda. Tehát nehéz ügy, de ez bizony összeragadt egy másik papírral, Farkas Mihály anyagába, ahol nem is a választásokról volt szó. Hát Farkas Mihály anyagában itt van a teljes forgatókönyv. 208 ezer szavazatot kellett leadni 12 ezer embernek. Most kerekítettem. Itt van pontosan megyére lebontva. Még az is ide van írva az egyiknél, hogy a mozgósítottak bányakerületiek legyenek. Tehát 200 ezer szavazat 12 ezer embernek. Ez körülbelül azt jelenti, hogy hát, ki ügyesebb, ki nem, de a átlagban 17-20 kék cédula legyen a zsebembe, és akkor elindulhatok a választás napján. Kék cédulának ugyanarra a névre kell kiállítva lennie, mert 17 személyigazolványt hamisítani, az bonyolultabb lenne, meg erre már idő sincs, meg egyebek, tehát
akkor még nyilván nem ilyen a személy, mint ma, meg nem is olyan, mint a szocializmusban volt, de mégiscsak egy személy igazolvány, lakcímmel, stb. Tehát bonyolultabb lett volna. Tehát 17-szer kellett ugyanarra a névre kitölteve, úgy pecséttel, aláírva, elnök által, nagy meló ez, higgyék el, 200 ezeret kitölteni, tehát ehhez egy komoly apparátus kellett. És hát kellettek emberek, akik ezt végrehajtják, akiknek azt mondhatom, hogy elvtársak, itt a feladat. Nyilván nem azt mondták nekik, hogy menjetek csalni, hanem nyilván azt mondták, hogy hát segítsetek a párt eredményén, segítsük a demokráciát, a népi demokráciát, adjunk egy pofont a fasizmusnak, az imperializmusnak, a jó ügyet szolgáljátok, és a kocsi platóján van pár üveg bor is, meg tehát jól fogjátok magatokat érezni, nyár van, teherautó, hát kinek volt akkor autója, vagy teherautó, hát most mi az, hogy leadok 17, hát nem érdekes, leadom, aztán elmegyünk a Balcsira, vagy bárhova, fiúk, lányok, vegyesen, koedukáltan szépen. A terv az volt, ugye, hogy nehogy lebukás legyen, hogy jön a teherautó, ott egy falu, szép falu, nagyon szép falu, ott leszállunk, kirándulók vagyunk. Kopogunk, jó napot kívánok, kirándulunk, itt szabad szavazni? Igen, egy kék cédulát előveszek, azt leadom, szavazhatok, kisétálok a falu szélén, már vár az autó, felülök rá, megyünk tovább. De nem a következő faluban, hanem legalább 3-4 faluval odébb, hogy hát azért a híre ne menjen olyan gyorsan. Hát igen, de az időigényes, 3 falu, 5 falu, akkor egész országot bejárjam ezért a maraságért. Tehát nem mentek el a másik faluig. Még volt, hogy ugyanabban a faluban, ha 2 szavazókörzet volt, leadták, nem érdekelte őket, ők a kommunisták, és velük van az igazság és Péter Gábor. Tehát ilyen értelemben történt a lebukás, hogy hát szólt az egyik bizottsági tag, te szólj már fiadnak, bringázzon át a másik faluba, hogy ott mi van. Ott is leadta ez a Kovács István. Igen, ott is. És akkor hát délelőtre az egész országban világossá vált, hogy nagyarányú csalás történik az országban. Én azt mondom, tele van egyébként jelentésekkel, hogy ezt a 200 ezeret egészen bizonyosan leadták, de egy jó kommunista az már megérezve a stahanovi pernyeillatot, az már túl teljesít, tehát 47-ben is. Zárójelben mondom csak azt, hogy a kommunista párt 300 ezer szavazattal kapott többet, mint 45-ben. Zárójel bezárva. Tehát ez a lebukás története. Itt van egy nagyon aranyos jogi eset, hogy az ügy fölkerült ugye Budapestre, és az igazságügyminiszter Rész Istvánnak hívták, és szociáldemokrata volt. Azt mondta, hogy ez disznóság, ezt nem hagyhatjuk, és ügyészeket küldött ki választási helységekbe, hogy vizsgálják felül a dolgot. Ezt az igazságügyminiszter mellett beépített kommunista fül abban a pillanatban jelentette Rajk Lászlónak. Rajk abban a pillanatban rádió táviraton utasította a rendőrséget, hogy senkit beengedni a választási helységbe nem szabad. Jogos? Jogos, mert a választási törvény úgy rendelkezik egyébként ma is, hogy ott senki nem lehet, csak a bizottság meg a szavazó. Ez a visszaélés a joggal, amikor az igazságot akarja kivizsgálni, de nem engedik be. Rész erre megsértődött, azt mondta, akkor én lemondok. Elég volt. Hát aztán meggyőzték, hogy Pista bátyám, azért nem kell elhamarkodni ezt a dolgot, te régi baloldali elvtárs vagy, velünk voltál már a 30-as években is, védted a kommunisták, most ne hamarkodjuk ezt el, és aztán meggyőzték, hogy hát maradjon. Mindaddig, amíg le nem tartóztatták ugye az 50-es években, és hát el nem hunyt a börtönben. Hogy ebben volt a szerepe ennek a kékcédulás történetnek, azt hiszem, igen.
volt szerepe ennek a történetnek, de igaz, hogy már előtte, Rész István előtt a másik szereplőnket, Rajk Lászlót megkivégezték. Mind az itt már említett személy. Hát elég bonyolult történet, ha végig gondoljuk. És majd börtönbe kerül Péter Gábor is, kiszerepelt itt még, Farkas Mihály is, tehát előbb-utóbb mindenki oda kerül, amíg Kádár János majd ki nem engedi őket egyéni amnestiával. De ez most nem tartozik ide. Szóval nagy volt a felháborodás a választás napján. Telefonok mentek Kisgazdafártól, ide-oda, csalás van. Tildi Zoltán, a köztársaság elnöke, azt mondja, hogy akkor nem, pedig ő aztán nem a konfrontáció embere volt. Most indult, ott van a telefonlehallgatás jegyzőkönyve, benne van a könyvben ez is. Tehát, hogy most mennek Tildihez a kisgazdák, hogy az egész választást ne fogadják el. Tehát nyilván akkor elindult megint valaki más is, hogy előbb érjen Tildihez, és meggyőzze, hogy hát itt most jönnek megint ezek a fasiszta hangok. Úgyhogy ezek a csalások már kiderültek a választás estéjén. Mi lett az eredmény? Hát az a nagyon, nagyon érdekes a történetben, hogy az eredmény az nem igazolta a kommunisták várakozását, pontosabban abban pontos volt az előrejelzésük, hogy az ő eredményük milyen lesz. De mandátumra megvan a most már, nem tudom, politikatörténeti intézetben, a levéltárban megvan, hogy azt prognosztizálták, hogy 98 uszkve 100 mandátumunk lesz. És kérek egy ötletet, mennyi lett? 100. Ne 100, mert ne alulról súroljuk a tervet. Tehát, de egyben nagyon elszámolták magukat, hogy a szövetségeseik, akik ugye nem tudtak élni a kék cédulával, azok viszont nagyon nagy vereséget szenvedtek. El kell mondjam, hogy a szocdemeket be akarták vonni. Kaptak 60 ezer hamis kék cédulát a szocdem párt, Marosán Györgyön keresztül. 60 ezeret. Akkor jött a telefon. Már töltötték a Dohány utcában, rettentően ment a kéz, már lett zsibbat. Akkor jött a telefon, hogy 500 ezret nyomnak. És akkor mondták, hogy hú, ha mi meg 6, és akkor közösen visszük el a balhét, és akkor megmakacsolták magukat, és bezárták az összes kék szédulájukat a trezorba. A Palasz szállóban volt egy ilyen trezor, ahova bezárták. És hát ez aztán azt jelentette, hogy a szocdemek vesztettek, sok szavazatot vesztettek. De a legtöbbet a kisgazdapárt, hát az katasztrofális vereséget szenvedett, 57%-a volt elméletileg, és itt nem kapott, hát szerintem van 13 körül kapott. 13 körül, és hát nem lett volna meg a koalíciónak az a bűvös 60%-a. Nem lett volna meg a koalíciónak a bűvös 60%-a, tehát valamit csinálni kellett nagyon gyorsan. Itt a szabad nép, tehát nem valami szamizdat, ebbe jelent meg az eredmény, a függetlenségi párt neve mellett 730 ezer szavazat van. 730 ezer. Hát, de aztán valami történt az éjjel, a hivatalos végeredményben már csak 670 ezer. 60 ezer szavazat valahogy eltűnt. Nem tűnt el, csak átalakult, nagy valószínűséggel kisgazda szavazattá, hogy ezzel a kisgazdapárt olyan 15%-ra föltornázódjék, és meglegyen a 60%, 60,9%, és azzal életbe lépjen a prémium, és ezáltal egy teljesen torz eredmény szülessen, premizálva a kormánypártokat. Nem tudom, világos ez, tehát ezt ezzel csináltak, egész egyszerűen átírták. Tehát most jöjjön valaki ellenőrizni, ugye majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Mert hogy az eredmény legfontosabb eleme mégiscsak az,
hogy a polgári, keresztény, demokrata alapon álló pártok újra 54,5%-ot kaptak. Tehát a baloldalnak nem sikerült abszolút többségre jutnia, tehát a kisgazdapárt plusz az ellenzék továbbra is az 55% körül van, ami ugye 45-ben 57 volt. Na most ehhez ez a 200 ezer az csak segített. Tehát ilyen értelemben nem történt elmozdulás. Úgy gondolom, hogy ez a kiállás a magyar nemzettől 1947-ben sokkal nehezebb szituációban, mint 45-ben. Ez egy hihetetlen hitvallás volt a parlamentarizmus, a demokrácia mellett. Ez a párt, ez a függetlenségi párt, amelynek 3 hete volt, ez kapott 13%-ot. 670 ezret írtak oda, de mi tudjuk már, hogy 730 ezer volt, akik erre szavaztak, erre a pártra, Fejfer Zoltánra és a többiekre. De a lényeg az, hogy Rákosiéknak ez egy óriási pofon volt. Nem sikerült a parlamentet likvidálni, a szoszdemek hisztérikusak voltak. Hisztérikusak, hogy velük szemben is csaltak. Jöttek a delegációk Cseperről, mindenhonnan, hogy megkeressék Marosánt meg Szakasicsot. Hát Marosán legalább ott maradt és vitatkozott, meg mit tudom én, ilyen volt a stílusa, meg üvöltözött. Szakasics az ilyenkor mindig valahol rejtőzködött, tehát most hát nagyon megbetegedett arra néhány napra, tehát kórházba volt, de Rész is föl volt háborodva. Tehát az egész kisgazdapárt is fölbojdult a Semmelweis utcában, hogy ki a koalícióból, elég volt, ellenzékbe megyünk. Tehát felrémlett Rákosiéknak, hogy nyertünk, mert hogy ők lettek a legerősebb párt 22%-kal, 22-vel. Nyertünk, nagy győzelmet arattunk, elvtársak, de egymás közt. Egymás közt ezt nem lehetett mondani, mert 22%-kal mit lehet kezdeni, ha a szövetségeseim elpártolnak, és esetleg az ellenzékkel fognak össze. Semmit se lehet kezdeni. Ugyanan törpe kis párt, mint a 17%-kal. Ezért nincs vége a választásnak augusztus 31-én. Se szeptember 1-én, se 2-án, amikor összeszámolták a szavazatokat. Nincs vége, mert mit mond Rákosi? Hát elvtársak, ezt az eredményt korrigálni kell. Tehát ez egy visszatérő gondolat nála. Nem demokrata, még mindig nem elég demokrata ez a magyar nép, és hát így nem tudunk neki menni a jövőnek. Közben a világban nagy dolgok történnek, megalakul a Kominform, a kommunista és munkáspártok tájékoztatóirodája, épít szeptemberben. Zsdanov elvtárs elmondja, hogy a világ két antagonisztikusan ellentétes részre oszlik, amelynek az összeütközése elkerülhetetlen. És hát ilyen szituációban, hát mi itt egy ilyen résként, hát micsoda szégyen ez Sztálin elvtárs előtt, és hát az egész nemzetközi munka, tehát valamit tenni kell. És most jön vissza az ajánlások kérdése. Ez az a választás, amit minden párt megpeticionált. Az azt jelenti, hogy egyik párt sem fogadta el az eredményét. Azért ilyet se tud más ország produkálni, tehát legalább a győztes fogadja el. Nagyszerű, de hogy mindenki azt mondja, hogy nem, mind a 10 megpeticionálták. Akkor még volt lapja is a Fejfer pártnak, hát így indul a nagy per. A Fejfer párt a kék cédulák miatt támadta meg az egész választás eredményét, polgári demokraták és a kék cédulák miatt. A kommunisták viszont azt találták ki, hogy meg kéne semmisíteni az egyik parlamenti párt mandátumait, mert akkor egész más lenne az arány a parlamentben. Ez nyilván nem elég, ha egy ilyen kis párt, mint a Schlachta, akinek 6 mandátuma volt. Az se jó, ha mindjárt a másodikat, mert az a demokrata néppárt volt, a kereszténydemokrata programmal óriási eredményt elérve, egyébként tőlük is levettek szavazatokat, de nem annyit talán, mint a függetlenségi pártól.
Úgyhát a Barankovics István vezette pártot, hát mégse a másodikat. De itt ez a Fejfer Zoltán, aki egy veszélyes figura, ez kétségtelen tény. És ebben a pártban olyanok voltak, mint Dálnoki Miklós Béra volt miniszterelnök, de velük volt Bajcsi Zsilinszky Endre özvegye is, Vásár István, Mór Gyula, nemzetközi hírű jogász, egyetemrektora, akadémiai vezetője. Tehát a legkiválóbb emberek voltak ebben a pártban. 49 mandátumuk volt, ha ezt megsemmisítjük, akkor már közelebb jutunk az igazsághoz. Úgyhogy volt egy választási bíróság akkor. Az elnöke Major Ákos volt véletlenül, és a saját emlékiratai szerint ebben a választási bíróságban hát 7-3 arányban voltak a baloldali pártok. Tehát nem volt kétséges, hogy mi lesz az eredmény. De elkezdődött. Elkezdődött ez a kihallgatás, és hát mivel vádolták a függetlenségi pártot, még az az érdekes, a kommunisták és a hozzájuk csatlakozó, sajnos, most már másodszor mondom, szociáldemokraták, parasztpártiak, megint, sőt, kisgazdák, sőt, hogy ne csak a kormány legyen, ezért az egyébként jelentéktelen radikális pártot is meggyőzték, hogy így azt mondják, hogy a Fejfer párt hamis ajánlásokat nyújtott be. Ezt úgy tessék érteni, hogy hajnalban megjelentek, tehát az ajánlási íveket meg kellett volna semmisíteni. De valahogy nem semmisültek meg, és valahogy az Andrássy út 60-ba kerültek, és ott volt a név, lakcím, aláírás. Aki ezt a pártot, a függetlenségi pártot támogatta. Nos, persze ehhez az kellett, hogy a Szabad Nép szeptember 2-án megírja, hogy a függetlenségi párt fasiszta párt. Ekkora cím. És utána minden nap megírja, hogy fasiszta párt. És ugyanígy a Népszava, meg a többi is. Na most, ilyen szituációban, ha hajnalban csöngetnek, és egy kicsit meg is rugdalják a bejárati ajtómat, hiszen tudják a címemet, megjelennek, és azt mondják, mert nem ellenségesek. Tehát azt mondják, hogy hát nem tudom én, Imre elvtárs, hát te egy rendes, jóra való munkás ember vagy, a GANZ-ba dolgozol, hogy kerül a te neved egy ilyen fasiszta pártnak az ajánlási listájára. Ugye akkor elgondolkozhat az ember, hajnali 3 van, ezek az emberek, akik jöttek, bőrkabátba vannak, valahogy úgy kidudorodik itt valami, mind rosszul szabott bőrkabát, tehát valami ott van, esetleg hátul még áll valaki géppisztollyal is, szóval elgondolkodhat, hogy akkor most mit mondjak. Mondhatom azt ugye, hogy igen, ez az én alá, és én, ez nem fasiszta, ez demokrata párt, és hagyjanak békén, menjenek a fenébe. Hát mondhatom ezt. Meg mondhatom azt is, hogy micsoda erre a fasiszta. Hát ez nem az én nev. Ezt oda hamisították. Oda hamisít? Jó, akkor másnap jöjjön be a lávóra, ott fölveszünk egy jegyzőkönyvet, tehát hamis az. És akkor volt 4100 ember, aki ezt mondta. Abban a szituációban, ott a lépcsőházban találtak 4000 embert ilyet. Tehát hamis ajánlások alapján indult a párt, elindult a per. Nagyon kínos volt, hogy akik az ávón aláírták, hogy az nem az ő ajánlásuk, azok a bíróság előtt, legalábbis több mint 2/3, azt mondta, hogy mégis az enyém. Azt írja Alapi Gyula az ügyész, hogy ez rossz fényt vet a demokratikus rendőrség működésére, mintha erőszakkal kényszerítették volna ki ezeket a vallomásokat, tehát nem így kell ezt csinálni. És egyre idegesebbek lettek, jöttek 150-en faluból, és mind elmondta, hogy bizony kék cédulával, bizony ott 5-ször szavaztak, egyre kínosabb lett a dolog. És Fejfer harcolt, és Mór Gyula és Vásári harcoltak. Itt volt még a sajtó is, a nemzetközi is, és figyeltek, harcoltak, beszéltek. Amikor már a többiek, hát ugye inkább megpróbáltak más utakat találni. Fejferrel szemben természetesen
mondom én ebben a logikában, megfogalmazódott az ügyészségben egy vád. Nem az, hogy csak csalópárt vezére, hanem hogy összeesküvő is. Fasiszta összeesküvő. Ezt a kérdést meg kell tárgyalni a parlament mentelmi bizottságának, ugye mert akkor lehet bíróság elé állítani, egyáltalán kihallgatni, ha a mentelmi bizottság kiadja. Véletlenül a mentelmi bizottság elnökét úgy hívták, hogy Farkas Mihály. Hát ezek ilyen véletlen összefüggések, és hát ne legyen kétségünk, hogy természetesen a mentelmi bizottság Fejfer Zoltán mentelmi jogát felfüggeszteni javasolta, mert a mentelmi jogról a parlamentnek kell szavazni plenáris ülésen. 4-én történt ez, november 4-én, és aznap este Fejfer illegalitásba vonult. Tele volt ilyen, hogy mondjam, a Ludas Matyi meg egyéb orgánumok olyan rajzokkal, hogy a párt elnök autója vár, meg egy rabomobil. Hogy most vajon melyikbe száll be. Ugye tehát, és hát Fejfernek nyilvánvalóan tudnia kellett, hogyha őt letartóztatják, akkor azoknak a sorsára jut, Kovács Béláért és a többiekre, akik már börtönben ültek, vagy a gulága felé tartottak. Úgyhogy illegalitásba vonult, mert ő viszont a Bajcsi Zsilinszky féle antifasiszta ellenállás aktív tagja volt. Tehát tudott egy, minden nap elment szépen a kajájáért, vett magának kenyeret, tejet, nem tudom én, a Klotild palotákban lévő közértbe. És onnan minden nap kijött, hazament, minden nap követte egy jeep, figyelték, oké. Okay. Most kiadták, másnap gondolom elfogták volna. De hát ide bement megint ebbe a közértbe, de hát emlékezett a régi dolgokra az antifasiszta mozgalomból, hogy a közértből van egy átjáró ajtó a mellette lévő cukrászdába, a cukrászdából meg a mellékutcába ki lehet lépni. Az ávósok ezt nem tudták, várt, valószínűleg nem voltak antifasiszták. Tehát vártak, nem jön, hol már nincs kenyér, vagy mi van már. Ezen bementek, már sehol nem volt, a két utcával arra várt az amerikai nagykövetség egy munkatársa, aki természetesen titkos ügynök volt, és autóba szállt, és nyugatra szökött, menekült, ahogy tetszik. Külön a családjától, feleségétől és gyermekétől, aki gyermekét egyébként be kellett hát, gyógyszerezni, hogy nehogy fölsírjon a leplombált ládába, amiben az amerikai követség kivitte Bécsbe. Bécsbe, a bécsi amerikai zónába. Tehát ez ilyen történet is. És aztán onnan Amerikába kerültek. De hogy tovább ne húzzam, mert nagyon elment az idő, tehát hogy akkor mi lesz a perrel. Ugye egy ideig még próbálták folytatni, de aztán Rákosék azt mondták, hogy elég volt ebből a színjátékból, összehívjuk az Országos Nemzeti Bizottságot, abban a kormánypártok voltak benne, és mondunk egy határozatot, ami azt jelenti, hogy a Fejfer párt az egy fasiszta párt. Ha fasiszta párt, akkor nem is indulhatott volna a választáson. Ha nem indulhatott volna a választáson, nyilvánvalóan a mandátumai sem léteznének. Tehát a mandátumokat meg kell semmisíteni. És ezt megsemmisítették, pótlás nélkül. A pártot pedig feloszlatták, mint fasiszta pártot. Feloszlatták. Tehát ez a választás tulajdonképpeni vége, ez november 20-án van. Zajlik ez az esemény sorozat, november 20-án. A pártot feloszlatják, a 49 képviselő mandátuma megszűnik, és a baloldali blokk immáron abszolút többségbe kerül a magyar parlamentben. Ez a magyar parlamentarizmusnak tulajdonképpen a vége is. Innen már egy hattyúdal következik. Már itt tart a szociáldemokraták meggyőzése, hogy hát elvtársak, minek az a két párt. Egy is elég, egyesüljünk, tehát, de ha nem, akkor ott van a börtön, tehát, vagy az emigráció, tehát annyi út van a boldoguláshoz, tehát, de a fúzió is az egyik. És hát aki ezt vállalta, az Szakasics volt, az Marosán volt, aki nem vállalta, az Kétli Anna volt, az Széligimre volt, és tehát elkezdődött utána a
a Demokrata Néppártnak a folyamatos vegzálása, mentelmi ügyekkel, egyebekkel, míg nem a magyar parlament tulajdonképpen 48 közepére elveszítette a jelentőségét. Egy kérdésben volt még szavazás, ahol az egész ellenzék még egyöntetően kiállt, az iskolák államosítása volt, mármint az ellenzék azzal szemben szavazott, Mindszenty herceg prímás érsek intenciói alapján, de utána már tulajdonképpen nagyobb parlamenti megmozdulás nem volt. Tehát azzal szeretném befejezni, hogy hát ez a csalás, ez hatott a társadalomra is nyilván, ahogy kezdtem, hogy mennyi a bizalmunk a szavazásban, a választásban. Szerintem kihatott arra is, hogy 1990-ben az első szabad választásra csak 64% ment el. A polgárok 64%. Hát minden harmadik azt gondolta, hogy hagyjuk, nem fontos. Van fontosabb dolgunk is. Most persze a Kádár rendszer 30 éve, meg a Rákosi rendszer is belejátszott abba, de hát azért illett volna fölismerni, hogy egy sorsdöntő választásról van szó. Nagyobb aránynak, nem mondom, hogy 100% legyen, mert itt 47-ben azok a kedvenc megyeim, meg településeim, ahol 100% fölötti volt az eredmény. Tehát egész megyékben 102% szavazott, de volt település, ahol 120% szavazott. Tehát ezt se kérjük, de azért hát egy kicsit nagyobb részvételt. És azt hiszem nagyon hatott azokra is, akik csinálták. Tehát, hogy lehet, szabad, sőt, kell, helyes. Helyes hazudni, helyes csalni, hiszen a jó cél érdekében teszem ezt. Hát ez beivódhatott egy egész generációba, tisztelet a kivételnek, és ettől nagyon nehéz szabadulni. Tehát fertőz, ha egyszer elhiszem, hogy van ott valami cél, és ezért bármilyen eszközt megengedhetek magamnak, többek közt mondjuk ezt a kék cédulát. Hát kit zavar ez, egy kék cédulával szavazok. Ezt is megengedhetem magamnak. Tehát ez egy ember típust is kitermelt, akitől nem lehet megszabadulni egy rendszerváltással, vagy egyebekkel, tehát ehhez nagyon hosszú idő kell. Úgy tűnik, hogy 70 év se volt elegendő, hogy teljesen kipusztuljon ez a mentalitás. Én most nagyon szépen köszönöm a türelmet. Ha vannak kérdések, arra nagyon szívesen válaszolok. Tanár úrnak nagyon szépen köszönjük ezt a rendkívül lendületes, kimerítő, tartalmas előadást. És akkor most önök következnek, lehet jelentkezéssel, vagy akár hogyan jelezni, hogyha bármifajta kérdés felmerült, és mikrofonba sokkal könnyebb beszélni. Igyekszem. Semmi baj, hogyha nincsen kérdés. De van egy! Ó. Jó estét kívánok! Nekem az lenne a kérdésem, hogy az ajánló cédulákat kinek kigyűjtötték össze, illetve kinek kellett volna megsemmisíteni? Szóval, hogy ezeket a saját pártoknak kellett volna megsemmisítésre gondoskodni, vagy a valamilyen számoló bizottságnak, ami gondolom kevéssé volt pártatlan? Rögtön felelek, jó? Tehát akkor így párbeszéd, mint ahogy a ház is sugallja, tehát a választások lebonyolítója mindig, mindenkor a belügyminisztérium. Tehát amint összesítették, hitelesítették az eredményt, azután kell megsemmisíteni az ajánló cédulákat és szavazó cédulákat is. Meg kell semmisíteni, de az előtte hitelesíteni kell. Tehát Rajk Lászlóék felelőssége lett volna ez, de egy kicsit még tartogatták, hát ha lehet vele valamit kezdeni. Törvénytelen volt a kiadása a politikai rendőrségnek. Tehát a belügy. Ezért volt olyan fontos, és minden közép-európai országban, hogy a belügyminisztérium már 1945-től mindenhol a kommunista párt ellenőrzése alatt legyen. Nem csak azért, mert a rendőrség is oda tartozik, hanem a közigazgatás is oda tartozik, és
benne a választások lebonyolítása is. Esetleg másfajta jellegű, másfajta területet érintő kérdés. Talán nem olyan szorosan kapcsolódik a témához, de hogy egy picit el tudjuk helyezni, hogy tudna arról mesélni egy picit, hogy Magyarország a II. Világháború után közvetlenül milyen helyzetben volt? Hát hogyne, de... Hát ez egy szerteágazó kérdés. Nagyon nehéz helyzetben volt, és most csak sorolom föl. Egyrészt, mert több mint fél évig frontország volt. Olyan front, ahol egyik szemben álló félnek se volt drága semmi. Hát se a Wehrmachtnak, tehát a német hadseregnek, se a vörös hadseregnek. Semmi se volt drága. Emberélet, anyagi javak, idegen terület volt, és még ráadásul ugye egy meghasonlás is volt az országban. Tehát egyrészt a front 7 hónapja elképesztő pusztítást okozott. Most csak ha egy képre gondol, a Duna és a Tisza összes hídja be volt robbantva a vízbe. Gondolják el, mennyi év kellett ahhoz, hogy Széchenyi Istvántól mondjuk az Árpád hídig fölépüljenek a két háború közti időszakig 28 híd, hatalmas, gyönyörű híd, köztük világhírű hidak. Mint például az Erzsébet híd, amely világcsúcstartó volt olyan híd tekintetében, amelynek nincs pillére a vízben. Hát ezek mind a Dunában landoltak, 28 darab ilyen híd volt, 2000-ig építettük újjá őket. Az utolsó ugye Esztergomnál volt a Mária Valéria híd, amit helyreállítottak. Tehát most azt hiába mond önnek, azt mondom, hogy a nemzeti vagyon 40%-a megsérült, mert mi az, hogy lehet az. De esetleg azt mondom, hogy Magyarországon mondjuk volt 38 ezer személyautó a két háború között, abból maradt 1500, és abból annyi se volt, hogy néha a kormány tudjon magának működőképes autót biztosítani. Tehát ezek olyan tények, hogy talán látványosak, de azzal kellett volna kezdenem, hogy 850 ezer ember vesztette életét ebben az országban. 850 ezer ember trianoni területre. Vagy azzal folytatni, hogy 600-650 ezer ember volt hadifogságban, csak a Szovjetunióban. Hogy ezek közül több mint 200 ezer civil volt. Kérdezhetik, hogy hogy a fenébe volt civil hadifogoly. Hát úgy, hogy elhurcolták Malenkij robot, stb. Tehát rettenetes emberhiány volt, éhínség fenyegetett, és az viszont tényleg... Az egyik legnagyobb csoda, hogy ez az ország ilyen körülmények között nemhogy magát el tudta látni, nem mondom, hogy nem halt éhen senki, de éhínség ebben az országban nem volt, tömeges halál, éhhalál nem volt. És még el tudott látni 45-46-ban 1,5 millió szovjet megszálló katonát. Plusz még 45-től tudott jóvátételre szállítani gabonától ipari termékig elképesztő mennyiségeket. Tehát ez egy olyan teljesítmény, ami párját ritkítja. Ez nem a kommunistáké, meg a kisgazdáké, meg senki. Ez a nemzetnek a hihetetlen élni akarását, túlélő képességét mutatja. Talán legjobban el lehet mondani azt, hogy hát a parasztok, akik kaptak 5-6 hold földet, azon az 5-6 holt földön elkezdték az életet, sokszor állatok nélkül, persze gépek, hol voltak már akkor gépek, ami volt, azt is elhurcolták, elvitték, tönkretették. Tehát elkezdték 5-6 holdon, és ők termelték meg tulajdonképpen azt a mennyiséget,
amit Magyarországról elszállítottak, vagy ami Magyarországon kellett. Tehát volt egy 45-46-os tél, amikor 3 napra való élelem volt Budapesten. És ez az időszak, amikor hát szükség van a találékonyságra. Mert egyébként Zrínyinek is a mondata az úgy szól, hogy egy nemzetnél se vagyunk alávalóbbak. De miért is lennénk alávalóak, ha csak belegondolunk, mert ma már el akarják hitetni velünk, hogy alávalóak, de Zrínyinek ez biztos nem jutott eszébe. Miért lenne a magyar alávalóbb, mint mondjuk a török, vagy nem tudom, bárki. Hát úgy folytatódik, hogy egy nemzetnél sem vagyunk alávalóak tanulékonyságban. Tehát ez egy elképesztő teljesítmény volt, amit azok az emberek 45-től 47-48-ig tettek, és azért is olyan tragikus, és azért is olyan, azért is nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen bűnt követtek el ezek 12 000-en, meg az a politikai erő, amely Magyarországot kiszakította a világból, kiszakította Európából, ránk erőltetett egy diktatúrát, ami 40 évig tartott. Micsoda bűnt követtek el, mert ez a nép 45-től megindult szépen, és ma jóval előbb tartanánk, ha nincs ez az eltérítő erő. Tudom, itt voltak az oroszok, tudom, hogy nagy részt az ő felelősségük is, de felelős az is, aki ezt célként csinálta, meg az is, aki hagyta. Elnézést kérek, tehát tudom, hogy mindenki szem a láncba, meg egyebek, de azért azok, akikről itt ma beszéltünk, tehát Súlyog Dezső, Fejfer Zoltán, Barankovics István, Slachta Margit, Mincenti József, kikerült még szóba, Vásár István, tehát ők nem hagyták. Tehát van, aki hagyta, valaki, van, aki nem, hát nem hagyták. És ahogy ezt Kovács Imre írja, ugye férfi munka volt, de férfi éveikkel fizettek érte. Ezek az emberek nem térhettek vissza Magyarországra soha, akik emigrációba mentek. Egyedül haltak meg. Volt, aki 100-150 dolláros nyugdíjjal tengetve az életét, hazavágyva egész életében. Kovács Bélát a gulágra hurcolták. 55-ben tért csak haza, halálos betegen. És most sorolhatnánk a belső emigrációt, aki, ahogy ugye Antal József mondta, kibekkelem, lemerülök, kibekkelem. De hát az is milyen elfojtásokkal jár, milyen pszichés zavarokkal jár, hogy egy egész életen át kibekkelek. És nincs egy őszinte szavam, nem tudom. Szóval azért ehhez a történethez egyértelműen és a legszorosabban hozzátartozik a forradalom 56-ban. Mert az a forradalom arról szólt, hogy ott egy helyes úton indultunk el, eltérítettek, és most fegyverrel visszatérítünk oda. Mert nem a Horthy korszakhoz nyúltak vissza, meg nem tudom hova, hanem 45-höz. 45-ös alapon alakult újjá a koalíciós kormány Nagy Imre vezetésével, és ha utána is van idő, akkor nagy valószínűséggel jönnek ott más pártok, más típusúak, és akkor az a 33 év... Nekünk semmi se sikerülhet, Kádár korszak, az nincsen. És akkor olyan összeomlások sincsenek, mint ami 90-ben gazdaságilag, morálisan és politikailag is bekövetkezett. Úgyhogy most többet hadd ne mondjak erről. Elképesztő nehéz helyzetben volt az ország, de csodájára jártak, mert azért jártak itt nyugatról emberek, csodájára jártak, hogy Budapesten hogy indul el az élet. Hát volt javaslat, hogy ezt a várost már nem kell újjáépíteni, mert csupa rom. Hát totálisan szétlőtték a várat, a vízivárost. Építsünk egy újabb várost délebre. Egy klassz, modern új várost. Hát jó, hogy nem tették meg Nagymázli. Igaz, hogy építettek egyet később, délebre, de az nem fővárosnak szánták, tehát, hanem egy ipari létesítmény köré építették, ami
hát a korra jellemző volt. Szóval ilyen helyzetben volt ez az ország, és én úgy gondolom, hogy morálisan nagyon egybe volt. Tehát újra akarta kezdeni. Szembe is nézett önmagával és a bűneivel is. Tehát szembe tudott nézni. Ami fontos egy megtisztuláshoz, hogy újra lehessen kezdeni, nem pedig elmismásolni a dolgokat, hogy hát igen, én is, te is, hát ilyen együtt voltunk, szem a láncban. Tehát egy cezúra kétségtelenül, és egy kiindulási pont volt, amin el lehetett volna indulni mindenképpen. Hát ami könyvek itt vannak, hadd mondjak róla két mondatot, ugye ez egy dokumentumgyűjtemény és egy rövid tanulmány a kékcédulás választásokról. Az a címe, hogy nem kék rapszódia, hanem halvány kék választások. Ez a címe. Minden, amit itt elmondtam, benne van szó szerint dokumentumokkal bemutatva. Van egy, mi van ott még? Van egy regény, mert elvadultam, és a regény a 70-es évekről szól, tehát a Kádár korszakról szól, tele van olyan áthallásokkal, amelyek mind történelmileg igaz tények, de mégis fikció formában van megírva. Erre egyébként az ösztönzőm, az itt már említett Gyurkovics Tibor volt, aki szerint ez egy jó út ahhoz, hogy közelebb vigyük a történelmet az emberekhez, akik egyébként egy monográfiát nem fognak elolvasni, vagy nem kérnek belőle. És hát a feleségem könyve is van itt, napló sorsunkról, mi történt velünk, elég sok minden történt, de ezt most nem kezdem el, betegségek, stb. És mi van ott még? Rákosi Mátyás a Forgács utcában, de az aranyat ér, mert abból egyet már elég értem, és azt hiszem három van összesen. Most ez tehát aranyárban van, le kell mérni, hogy mennyibe került. Hogy nagy szeretettel ajánlom ezeket azoknak, akik eljöttek, és hát részletesebben bele is olvasnának ebbe a történetbe. Én csak egy laikus, történelem szerető lelkes ember vagyok, Kocsis Sándornak hívnak, és töprengtem rajta, hogy egy ideillő viccet elmondjak-e, de látva ezt a sok kedves, érdeklődő, kíváncsi arcot, ha megengedi tanár úr, akkor elmondanám. Ugye a tanár úr is említette, hogy például Sólyog Dezsőnek is volt igazolása arról, hogy ő nem volt fasiszta. Tehát a 1945-ben felállítottak a kommunisták úgynevezett igazoló bizottságokat, amelyek elé becitáltak embereket, vagy önként elmentek emberek, és akkor ő kapott egy papírt arra, hogy nem volt nyilas vagy fasiszta. Na most jön a vicc. Behívják a cigányt is az igazoló bizottság elé, és ott ül a bizottság szépen sorba, tanár úr talán ismeri a viccet, bizonyára ismeri, ott ül a bizottság sorba, kérdezik tőle, na cigány, muzsikáltál-e a nyilasoknak? Azt mondja, persze, hogy muzsikáltam. Na jó, van, akkor eredj haza, majd hónap megbeszéljük. Elmegy a cigány haza, kérdezi a felesége, na mit kérdeztek tőled? Hát az, hogy muzsikáltam-e a nyilasoknak, és mit mondtál? Hát azt mondtam, hogy persze, hogy muzsikáltam. Jaj, de hülye vagy, hát hogy lehet ilyen? Miért mondtad ezt? Azt mondja, megbudjantál, asszony? Hát ott ültek velem szembe. Köszönjük. Hát... Parancsolj! Nem. Mi volt a nemzetközi rendszerű elve, az úgynevezett
Hát a úgynevezett népi demokratikus országokban hivatalos MT közlemény ment, eredményekről lezajlott, továbbra is koalícióban van Magyarország, továbbra is kisgazda lesz a miniszterelnök, tehát ez nyugatra is üzenet volt, tehát hogy oké, hát ez így alakult, de most azért a Rákosi nem veszi át, hanem kisgazda miniszterelnök lesz. Igaz, hogy hát egy olyan ember, akiről elég sok minden terjed, pletyka, Dinnyésnek hívták, Dinnyés Lajos. Többféleképpen hallottam, hogy ő maga mondta-e volna magáról, hogy milyen ország az, ahol én lehetek a miniszterelnök. Vagy az édesanyja mondta, hogy Lajoskám, milyen ország lehet az, ahol te lesz a miniszterelnök. Mindegy, formális volt már, hogy ő a miniszterelnök, valójában már Rákosiék, mint miniszterelnök helyettes intézték a dolgokat. Tehát itt tudomásul vették. Volt, ahol már hasonló módon Romániában dolgoztak az ügyön, tehát ez semmilyen megrökönyödés nem váltott ki. Ugye Csehszlovákia volt még hátra, ott csak 48 februárjában történt meg a fordulat, mint ahogy Magyarországon is. Nem véletlen, hogy ez a két demokratikus hagyományokkal rendelkező állam volt az utolsó, amelyet szovjetizálni tudtak. Nyugat pedig azt tette, mint minden fontos kérdésben, küldött egy jegyzéket, hogy elnye, hát ez nem volt szép, csalás volt, elnye, és hát nyilván ez a Szovjetuniónak is a felelőssége. A jegyzékre Rákosiék válaszoltak, hogy hogy képzelik beavatkozni a belügyekbe, mi egy szuverén állam vagyunk. A Szovjetunió is válaszolt, hogy hát ez egy demokratikus választás volt, Amerika pedig ebbe beletörődött. Ehhez persze tudni kell azt, hogy akkorra már, ez már 47 ugye ősz, a Truman elf meghirdetésre került, akkorra már nyilvánvaló volt, hogy Közép-Európa ezen része a status quo szerint a Szovjetunió é. Tehát a status quo föláll, és sajnos Magyarország ezen az oldalon találtatott. És a Truman elf pedig az ugye, hogy tovább nem engedi terjeszkedni a Szovjetuniót, fel fogja tartóztatni, akár fegyveresen is, ezt tette Görögországban, Koreában, Vietnámban, stb. És nem tette ezt 56-ban Budapesten, Magyarországon, mert a status quo szerint mi oda tartoztunk. Tehát ennyi volt a reagálás a nyugat részéről. Lényegében tudomásul vették, mint ahogy Csehszlovákia bekebelezését is tudomásul vették. Valahol ez már eldőlt 44-ben, de lehet, hogy már 41-ben az a rossz érzésem van, hogy már azt hiszem 41-ben eldőlt ez a kérdés, hogy a Szovjetuniónak cserébe azért, hogy a legnagyobb terhet fogja viselni a háborúban, és ez kétségtelen, hogy így is történt, cserébe ezért nyilvánvalóan valamit nyújtani is kell. És a Szovjetunió igényein óriásiak voltak, azért ne felejtsük azt el, hogy ha az amerikaiak nem szállnak partra Nyugat-Európában, akkor a Vörös Hadsereg nem áll meg csak az óceánnál. Úgyhogy és akkor mi se beszélhetnénk itt valamiféle kékcédulás választásról, mert az egész már a múlté lenne, és ma is építenénk lehetséges a szocializmus. Tehát ki tudja, hol tartanánk, ugye? Tehát másképp is alakulhat a történelem, mert a történelem az is, ami nem történt meg, legalábbis szerintem. Tehát mi csak arról beszélünk mindig, ami megtörtént, de a történelem az is, amit nem tettem meg. Az is történelem, hogyha nem álltam ki a jogaimért, nem tiltakoztam, vagy pedig hát eltűrtem ezeket a helyzeteket. Tehát ilyen értelemben ez a kékcédulás választás már csak egy epizód a két szuperhatalom közti hidegháborúban, ami megkezdődött és a 80-as évekig tartott, amíg a Szovjetunió el nem vesztette ezt a háborút. Más kérdés? Tessék!
simán felfüggesztette, hiszen önmagáról kiállította a bizonyítványt, hogy elmenekült. Tehát fasiszta nyilván, mert elmenekült. Hát miért nem állt a bíróság elé? Mindig ezt mondták. Nagy Ferenc, miért menekült el a miniszterelnök? Miért nem jött haza az emigrációból? Nyilván, mert bűnös. Tehát simán megszavazták. Semmi probléma ezzel már nem volt. Lemondtak róla. Ez nagyon fontos egyébként. Tehát, hogy nyilván nem a párttársai szavazták meg, ők nem voltak ott, hanem a parlament nagy többsége, hogy a polgári demokratikus oldalnál sokszor van úgy, hogy csak akkor kapcsolunk, amikor már a saját nyakunkon van a hurok. Ha az eszmetársunk nyakán van, akkor sokan még azt hiszik, hogy oké, bukik, lehet, hogy tényleg volt valami, ugye, de én nem, hát én soha, és soha, de nem csak, de ilyen a szozdem is. Hát azt hiszi, hogy jó, most egyesülök, a fúzió, nagyon jó lesz, elnök leszek Szakasi Sárpán, de ugyanúgy megy a börtönbe. Maros, ugyanúgy megy a börtönbe, tehát aki engedményt tesz bármilyen szinten az elveiből, a demokráciából, és a másikat nem védi meg, hogyha azt atrocitás éri, akkor előbb-utóbb magára is sor kerül. Ez történt itt is, tehát, de ez a párt, a függetlenségi párt, ameddig lehetett, az utolsó percig küzdött. Tehát azért ezt érdemes elmondani, hogy az utolsó percig küzdött. Érdekes módon aztán úgy engedték az embereket visszavonulni, és úgy csendben lenni, ugye például a vásári testvéreket, hogy, hát kitelepítették, elvették a vagyonukat, de börtönbe nem került. Tehát Vásári József, Vásári István, Vásári József fia, Vásári Tamás, zeneszerző és zongorista, tehát zongoraművész. Tehát ilyen furcsa volt ez, ellenben ugye a sajátjai közül megkivégeztek rengeteg ember. Tehát furcsa logikája van a kommunista gondolkodásnak, de nyomon követhető. Tehát mindig, hogy ki a veszélyesebb. De aztán már paranoiába megy át, tehát már ott is veszélyt lát, ahol igazából nincs veszély, de egy paranoiásnak is lehetnek ellenségei. Ez jó végszó lesz, vagy van még kérdés? Szerintem pihenjünk, jó éjszakát, viszontlátásra!